A felszólások között utolsóként Bánk Eriknek adom meg a szót a Fidesz részéről. Önnél a szóképviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A mostani járvány igazán megmutatta, hogy mi a különbség a baloldal és a nemzeti oldal válságkezelési stratégiai között. A baloldal egyszer már megbukott válságkezelésből, hiszen a válságkezelés, a munkahelyek megvédése, a beruházások ösztönzése helyett adót emeltek, csökkentették a béreket, elvették az orvosok, az egészségügyi dolgozók és a nyugdíjasok 13. havi fizetését. A baloldal kormánya a mainál több száz milliárd forinttal nagyobb adóterhet rót ki a vállalkozásokra, megszüntette az olcsó, államilag támogatott lakáshitelezést, amivel több mint 1,2 millió magyar családot kergetett bele a devizaadósságba, melynek következményeit néhányan még a mai napig is nyögik. Ha most ők kormányoznának, ugyanúgy csődbe vinnék az országot, mint akkor tették. A polgári kormány ezzel szemben gazdaságvédelmi akciótervet indított, amelynek keretében bértámogatásokkal, adócsökkentésekkel, hiteltörlesztési moratóriummal eredményesen sikerült megvédeni a magyar munkahelyeket, és elmondható, hogy ismét több mint 4,5 millió ember dolgozik Magyarországon. Még tombol a járvány világszerte, Európa több országában elindult már a harmadik hullám is, de az egészségügyi védekezés mellett Magyarországon már a gazdaság újraindítása is előtérbe került. Tavasszal a kormány legfontosabb feladata a gazdaság újraindítása lesz, ezért indította el a gazdaság újraindítási akciótervet. A Fidesz frakció minden támogatást megad a gazdaság újraindítási akciótervhez, melynek legfőbb pontjai a következők. A lakásépítési áfa 5%-ra csökkentésével azt szeretnénk elérni, hogy legalább 40 ezer új lakás épüljön Magyarországon. A lakásfelújításokhoz biztosított 6 millió forintos kedvezményes hitel, amelyből 3 millió forint visszanemtérítendő támogatásként a családoknál marad. Bértámogatási program indult, mely több mint 100 ezer ember munkahelyét védte meg. Elindult az elmúlt fél évszázad legnagyobb orvosbéremelési programja. Működik a hitelmoratórium, melyet eddig 1,5 millió család vett igénybe, és 3000 milliárd forintot hagyott a vállalkozásoknál és a magyar családoknál. Elkezdtük a 13. havi nyugdíj visszaépítését. A 25 év alatti fiatalok 2022-től személyi jövedelemadómentesen juthatnak hozzá munkabérükhöz, illetve 10 millió forintos gyors kölcsönhez jutnak hozzá, a kamatmentes újraindítási kölcsönhez jutnak hozzá a vállalkozások, amely segíti a bajba jutottakat a kilábalásba. Eközben a baloldal a mostani koronavírus járvány alatt is ugyanazt az elhibázott gazdaságpolitikát akarja ráerőltetni a kormányra. Olyan javaslatokat és olyan ajánlásokat tesz itt a parlamentben, amelyek mind a régi baloldali válságkezelés elemeit hozzák vissza. Semmi mást nem szeretnének, mint hitelezni, olyan adósság csapdába kergetni a hazai vállalkozásokat, ahogy ezt 2009-ben is tették. Olyan pályára állították akkor a magyar gazdaságot, amely az államcsőd szélére sodort bennünket. Ehhez képest most a válságkezelés ellenére is egy jó erőben lévő magyar gazdaságról beszélhetünk, mely képes a sikerre. A nemzeti kormány a válság kirobbanásának első pillanatától kezdve a magyar vállalkozások mellé állt. Jól tette, mert ebben a rendkívül nehéz helyzetben is csak együtt lehetünk sikeresek. A baloldal kormánya elvette a 13. nyugdíjat akkor, amikor nagyszüleinknek a legnagyobb szüksége lett volna a támogatásra. Szemük sem rebbent, amikor itt ebben a parlamentben meg kellett nyomniuk az igen gombot. A Fidesz-KDNP kormányzása óta törvény garantálja, hogy a nyugdíjak megőrzik vásárlóértéküket, a nyugdíjasok megélhetését a rezsicsökkentés is nagyban segíti, emellett Erzsébet és rezsiutalványt biztosítottunk számukra, valamint a gazdasági növekedésnek köszönhetően nyugdíjprémiumot is fizettünk az elmúlt évek során. A koronavírus járvány okozta a válság ellenére sem hagyjuk magukra őket. A gazdaság újraindítási akcióterv egyik legfontosabb lépése, hogy visszaépítjük a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat. 2024-től már teljes egészében meg fogják kapni a nyugdíjasok. Gyurcsányék a kormányzásuk idején csak a megszorításokkal éltek, mi pedig igyekszünk az embereknek segítséget nyújtani, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy aki bajba jutott, az a kormányban partnere legyen, ne segélyezéssel, hanem olyan támogatásokkal próbáljuk a hazai vállalkozásokat talpra állítani, amely lehetőséget nyújt számukra a munkahelyek megőrzésére, és azt szeretnénk elérni, ha a magyar családok is a válság ellenére is jobban élhetnének. Higgyék el, tisztelt képviselőtársaim, akik a baloldalon ülnek,
hogy az emberekkel szembeni politizálás nem vezet eredményre, az egy zsákutca. Legalább válság idején működjenek együtt velünk a haza szolgálatára. Köszönöm szépen a figyelmet. Sándor Balázs államtitkár úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Sajnos a Fidesz-KDNP kormánynak valóban van már komoly tapasztalata a válságkezelésben, hiszen 2010 után, miután átvette a kormányzás felelősségét a baloldaltól, akkor egyszer már neki kellett állni ennek a nagy feladatnak. Akkor is a baloldal olyan kormányzást folytatott, amelyik felelőtlen volt, káros, és a magyar emberek érdekeit teljes mértékben figyelemen kívül hagyta. 2010-re a csőd szélére került Magyarország, csúcson volt a munkanélküliség, és a legalacsonyabb szinten állt a foglalkoztatottság. És mit csinált a baloldal korábban a válságkezelés címén? Jól tudjuk, megsarcolta a családokat, megsarcolta a vállalkozásokat, a dolgozókra elviselhetetlen terhet rakott. A Nemzeti Polgári Kormánynak ebből fakadóan súlyos problémákat kellett megoldania, a magyar gazdaság erősödése és az emberek életszínvonalának növelése érdekében. De a mi filozófiánk, a mi politikai alapállásunk teljesen más, mint a baloldali. Mi az embereknek az értékteremtésében és a munkában hiszünk, a megalázó segélyezés helyett pedig a munkaalapú gazdaságot kívánjuk építeni, a családok megsarcolása helyett pedig családbarát, a magyar családokat segítő intézkedések sorát hajtottuk végre. És ez a politika, ez a filozófia, ez sikeres is volt, hiszen a kormány az elmúlt 10 évben a magyar emberek, a magyar családok és a magyar vállalkozások együttműködésével rendkívüli eredményeket tudott elérni, és korábban elérhetetlen rekordokat teljesített. Az elmúlt 10 év valóban az elmúlt 100 év legsikeresebb évtizede volt. 2020 elején már 850 ezer emberrel több dolgozott Magyarországon, mint a 2015-i kormányváltáskor. A foglalkoztatási ráta 54%-ról 70% fölé emelkedett. A munkanélküliségi ráta 12%-ról 3,3%-ra csökkent. Alacsony volt a költségvetési hiány, az államadósság is folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. A jövedelmek növekedtek, és a szegénység pedig csökkent. Tisztelt képviselő úr, ahogyan ön is elmondta, a koronavírus tavalyi megjelenése ezekre az eredményekre is veszélyt jelentett, és a vírus okozta válság, most már viszont jól tudjuk, nem tudta ledönteni a biztos alapokon álló magyar gazdaságot, de valóban ütést mért rá. Tisztelt képviselő úr, a vírus a munkahelyekre is veszélyt jelentett, ezért a kormány itt is azonnal intézkedéseket hozott és védekezésbe kezdett. Védekezésre kényszerültünk, így 2020 a védekezés éve lett. A gazdaságvédelmi akcióterv azonban sikeres volt. Decembertől ismét 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon, annyian, mint a járvány előtt. És a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedéseivel több mint 1.660.000 munkavállalót sikerült támogatnunk, a hazai munkanélküliség pedig az egyik legalacsonyabb Európa szerte. Tisztelt képviselő úr, érdemes megnézni, hogy ezzel szemben milyen munkát végeztek a baloldalon. A vakcinák ellenágálnak és petícióznak, álhíreket terjesztenek és felül akarják bírálni újra és újra az egészségügyi szakembereket, a jónevű tudósokat és professzorokat. Valójában egyetlen konstruktív javaslata nincs a baloldalnak. Az első hullám idején a rendkívüli jogrend miatt nem akartak segíteni, nem akartak összefogni, de amikor éppen nem volt rendkívüli jogrend, akkor is mindig megtalálták, hogy mi miatt nem lehet rájuk számítani. Továbbra is csak az álhíreknek a gyártásával és a politikai haszonleséssel vannak elfoglalva. Tisztelt képviselő úr,
gazdaságvédelmi akciótervet követően a gazdaság újraindítási akcióterve foglalkozunk. Ennek intézkedéseit ön is részletesen bemutatta. Engedje meg, hogy csak annyival egészítsem ki, hogy például 45 milliárd forinttal támogatjuk a falusi kisboltokat. Ez 2400 településnek segít. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!